nagyon röviden elmondom a véleményemet. Tehát én ezt a gyűrűt megkaptam, és az kitörölhetetlen pecsét az időben. Akkor, amikor megkaptam, én azt megkaptam, még papírom is van róla. Tehát oda van írva, hogy Lár András, karinti gyűrű. Bele van gravírozva? Vagy... A gyűrűben magában nincs bele gravírozva nevem, de van hozzá egy dokument, amire oda van írva, hogy Lár András, karinti gyűrű. Tehát ezzel én a szertartást beteljesítettnek tudom. Mert ott kezdődött a szertartás, hogy 14 évesen szétröhögtem magamat karintin, és az egy beavatás, és most 66 évesen megkapok karinti gyűrűt. Tehát most nekem ez számít, hogy a szertartás beteljesedett. Megkaptam a karintiság beavatását. Érted? És innentől a gyűrű meg legyen azé, aki akarja. Érted? Tehát én, ha más nem akarná, lehetne nálam. De annyira akarja a Galla, hogy odaadom neki, hogy örüljön. Tehát nem, ő nem fogja ezt a szomjúhozást abba hagyni. Tehát olyan a lelke neki, hogy neki ténylegesen fáj, hogy nem kapta meg. Na de most megkapja. Odaadom, tessék, ott van.